Vízsugárral kezelik a pacienseket ebben a helyiségben, az élményfürdő vadonatúj gyógyszárnyában. A mozgásszervi panaszokkal rendelkezők emellett más kezeléseket is igénybe vehetnek. Van itt többek között súly- és iszapfürdő, fizikoterápia, víz alatti torna, és természetesen különböző masszázs is. A paciensek nagyon elégedettek a szolgáltatásokkal. Tetszik a kialakítása is, és jók a kezelése. Az új gyógyszárny az elmúlt években megkezdett sóstó fejlesztés egyik eleme. Ez a bővítés 350 millió forintba került, és ebből korszerű komplex szakorvosi szolgáltatással bővült az élményfürdő. A források új medencék és egy minden igényt kielégítő szauna világ kialakítását is lehetővé tették. A sóstó gyógyfürdők szerint a legfontosabb, hogy bővült a gyógyászati ellátás kapacitása és az OEP finanszírozott szolgáltatások száma. Így a TB-vel rendelkezők akár receptre is felirathatnak egy nyíregyházi kezelést maguknak az ország bármely pontján. Amennyiben még nincsen kórelőzménye, akkor nemes egyszerűséggel egy otthoni szakrendelésen is kiírhatja ide a kezeléseket, és eljöhet hozzánk, és miközben itt kellemesen tölti idejét, gyógyászati kezelésekben is részesülhet. Amennyiben pedig kórelőzménnyel rendelkezik, akkor fel kell venni a kapcsolatot a központunkkal, itt egy rendelési időpontot kap, itt megvizsgálja az orvosunk, és itt felírhatjuk neki akár az OEF finanszírozott kezeléseket is. A korábbihoz képest jelentősen megnőtt a gyógyászati részleg. 1400 négyzetméter. Ezt már a fenntartó önkormányzat nevében mondta Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc hétfő délelőtt bejáráson tekintette meg a fejlesztéseket Sóstón. Hangsúlyozta, a beruházás 100%-ban sikerült pályázati forrásokból finanszírozni, és ezzel már nem csak a nyári szezonra koncentrálódhat majd a nyíregyházi idegenforgalom. A nyári hónapokban már kirakhatjuk a teltházas táblát, de egyébként az év másik 8 hónapjára még ez nem igaz. Én azt remélem, azt várom, hogy a gyógyászat fejlesztése ebben is sokat fog segíteni. A nyíregyházi fürdőkben a gyógyászati kezelések száma évről évre emelkedik. Míg 4-5 esztendővel ezelőtt évi 60 ezer kezelést végeztek, tavaly már 110 ezer, idén pedig az új gyógyászati szárnynak köszönhetően az eddigi összesítések alapján 130 ezerre nőtt a gyógykezelések száma.